keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlök mindenkit! Itt ismételten Car Mechanic Simulator, most sikerült rendesen kimondani a rendes nevét. Az előző videóban éppen említettem, hogy itt van ez a Bosch reklám, és közben már kicserélték, szóval most már nem Bosch reklám van itt. Továbbá érkezett egy új DLC, amivel most már pirosak is lehetnek az emelők. Továbbá pirosak ezek a csíkok, meg egy pár ilyen újítás érkezett a játékba, nem is kevés. Amit ugye itt tudunk kipróbálni. Azt mondja, van egy fejlesztési pontom, igen, azt el kell használni. Tehát az emelő eddig lehetett kék, ez volt a default, aztán utána megnyitottam ezt a cuccot, és át tudtam állítani sárgára vagy szürkére. És most már van piros is. És most piros lesz, mert hát ez az új, miért ne ez lenne. Padló csíkokból eddig volt a normál színek, és most már lettek ilyen egyszínűek is, ami szerintem brutálisan ronda, és ilyen látványromboló, szóval én a pirosat választottam a csíkból is, hiszen az is kibővült. És akkor van egy fejlesztési pontom, amit igazadiból sehova máshova nem lehet elkölteni most már, hanem csak ide, és én szerintem egy állványokat próbáljunk meg belőle fejleszteni. Ugye van a szürke, aranyszínű, kékszínű, fekete színű, másik színű, fehér színű, vörös, zöld, sárga, mindenféle színben pompázó. Szerintem egyértelmű most ez a vörös style, ez nagyon benn van a műhelybe. Az összes többit még nem nyitottam meg, de most vörös lesz akkor a fönti. Hát ez a lámpatartó cucc, mert igazándiból semmi másra nem jó. Csak azt tartja ott fönt. Jó. Aztán a előző részben mindent csináltam, éppen csak azokat a járműveket nem csináltam meg, amiket kellett volna. Na azt mondja, hogy itt egy fékrendszer javítás lesz, szerintem emeljük is föl. És amit viszont tényleg elfelejtettem, az az, hogy elkezdeni mérni, hogy hol tartunk időileg. Azt mondja, a futómű problémák feldelítése, slampos a kocsi a kanyarban és minden váltóhiba javítása. Szóval igazándiból őt is emelgetni kéne, és akkor minden frankó lenne, hát remélhetőleg minden frankó lesz vele, és nem lesz nagy meló. Ahogy úgy már belenézek, már látom is a dolgokat. És ez szintén 60 fps-es videó lesz, úgyhogy ez a szerelések nagyon szépen fognak mozogni. Mármint, hogy szép animációjuk lesz. Jó, szóval szerintem kezdjük ezzel, mert ennek viszonylag egy egyszerűbb problémája van, legalábbis azt írták. Azt mondja, fék volt, ennek gyakorlatilag csak fékrendszerjavítás, hát az még lehet egyébként fékkinyomó szerkezet cucc is. Várjál, azt mondja 53%-os voltak az, ami elfogadható probléma javítására persze. Igen, a másik oldalt nem volt féktárcsa. De én úgy vagyok vele, hogy ha azt mondta, hogy fékrendszert kell javítani, akkor mindent kicserélünk rajta, mi fék. Megjavítunk, tönkreteszünk esetleg, hogyha a pad hozzásegít. Úgyhogy nem lesz itt problém. Először a munkahengert kell vagy először azt a két lapát gecit kell kivenni, és majd csak utána jön a munkahenger. Jó. Egyébként nem tudtam. Csavarok. Fedél, ami egyébként dob, vagy nem tudom. Jó. Azt mondja, obetű, mindent fel is derítettünk. Nézzük, miket lehet javítani. Fékhenger. Hoppá, ennyi. És most tett tönkre teszi. Nem. Kocseresznyéje van. Már mind nekem. Jó. Akkor kezdjük hátul, azt mondja nem O betű, V betű, I betű, blablabla, bla, bla. Jó. Kevés cucc van az inventorimban, tényleg. Szóval fék pofa és fék munkahenger. Ők szükségeltetnek nekünk. Azt mondja alkatrészbolt. Fék. Igen, tudom, kiválaszthattam volna ott oldalt is.
Ezt ugye nem tudjuk megjavítani, mert nem. Basszus, nem tudom milyen tárcsa kell lesz, de remélem ilyen, de majd ez most mindjárt kiderül, ne vegyek kétszer szart. Azt mondja, úgy van, hogy kettes összeszerelés kell, egy vadonatúj munkahenger, egy vadonatúj fékpofa. A dobokat kicseréltem, mert jó fej vagyok, és a kerekek. Jó. Mármint, hogy hát egy oldallal vagyunk kész, tehát hogy a kerék. Vissza a fékpofa, vissza a dob. Ja, és igen, amit még nem mondtam el, jött egy frissítés a játékhoz, mármint egy új DLC, és meg frissítések is, tehát igazániból minden jött. Látod, pont szart vettem, én megmondtam. Hűtőtárcsás kell előre, mert hogy az elméletleg szerintem nagyobb erőhatásnak, tehát hogy nagyobb fékező erőnek van kitéve, mint a hátsó. Talán ezért lehet ilyesmi. Anyád. Mondom. Na szóval lényegében egy ilyen alkatrészt meg tudtunk javítani. És akkor mindjárt mutatom, hogy mi a lényeg. Óvetű, le se engedem, mert minek. Szóval elméletleg most itt megnyitom a telefont, akkor van két Mercedes DLC, ezt ismerjük. Meg van ez az ajtójavítós cucc, mert ezt el kéne vállalni. És utána jönnek a mercik. Igen, mondtátok, hogy ott vannak a mercik, mi a szarére azt csinálod? Igazatok van, hülye döntés volt nem azt csinálni. Na, viszont most csak azért, hogy borzoljam a kedélyeket, nem a mercit fogadom el, hanem a másik kocsit, mert az két másodperc megcsinálni, és azok után viszont már jön a merci, meg amúgy is, miért ne? Szóval ő itt szar, egy egeret még mindig nem vettem, szóval még ez még mindig problém, de nem kell aggódni, le fogom cserélni az egeremet, és zsír lesz. Úristen, hát figyelj már, egy új autót nem akarsz venni, azt mondja, jobb első sárvédő, fényszóró, hátsó ajtó, hátsó lámpa. Szóval melyik a jobb oldala ennek a szutyaráknak? Várja, nekem jobb vagy neki jobb? Na, szóval ez szar, sárvédő szar, lámpa szar, első lökhárító szar, no. Azt mondja, jobb sárvédő, fényszóró, hátsó ajtó, hátsó lámpa, igen, ez megvolt, az ajtó az nem. És azt mondja, mi? Hátsó lökhárító, első lökhárító, csomagtartó, bal ajtó, bal hátsó ajtó. A bal hátsó ajtót azt láttam, lökhárítót azt nem. Jó, hát elméletileg meg vagyunk. Kicsit feljebb húztam az egérérzékenységet, így egy kicsit durvábban mozog a... Ja, meg kikapcsoltam a lassú mozgást, mert hogy volt rajta ilyen szép kis lassítás. Így most egy kicsit lassabban mozog, vagy durvábban mozog az egér, de sokkal kényelmesebb használni. Ezt egyébként a farmingnál is megcsináltam, mert ott is nagyon lassú volt az egér. Anyádék. Igen, igen, még vagy kettőt létszi. Igazándiból pont azért csinálom meg mindegyiket 100%-ra, mert mi a szar? Az komoly, úgy beültem, hogy nem volt nyitva az ajtó. Én kérek elnézést. Ajtónk van, lámpánk nincs, az mondjuk nem is egy drága, csomagtartó ajtó egy kicsit az. Ennyi minden tönkre ment, basszus. Csak kettő vagy három volt. Vagy lehet, hogy azt már nem is lehetett javítani. Mint egy idő után kikapcsolja állandóan ezt a szart. Na, szóval T betű, többetűvel hozom elő a karosszéria elemeknek a... Majd mi a szar a tabletet, és azzal karosszéria elemezünk. Igen, itt már látunk olyan dolgokat, amikről még nem bírtam beszélni. Na, szóval kaptunk új kocsikat is a játékba, méghozzá nem is keveset. Ezt mi hogy hívják ezt a M6-os lesz, azt tudom.
Mérőpad. Ez mi a tetű? Na, ezt nem tudtam. Ez most nekem is új. Jó, megnézzük mindjárt. Azt mondja, O betű, nem. M betű, nem. De O betű kell. O betű, hogy hívják? M6. Na, azért mondom. T betű, karosszéria. M6. Mi lenne, oda gépelnék, ahova írok? Vagy hát, oda írnék, ahova gépelek? Vagy what the fuck? Azt mondja, hátsó, az egy első. Hátsó. Hátsó. És hátsó. Mi ez? Hátsó lámpa. Nagyon helyes. És így van. Az inventoriból meg eladjuk a hulladékot. Hát, szerintem nem adta el. Igazán, de ezeket sem fogom soha az életbe felhasználni sehol. Nem is lehet őket javítani. Műsor közben szórjuk az időt. Bocsász. Már is abba hagyom. Azt a féktárcsát még föl lehet használni. Belerakom valami ladába, az meg úgyse tud olyan gyorsan menni, hogy egy olyan szar ne fogja meg. Ó, tudod mit, ezt tényleg abba hagyom, mert soha nem lesz vége. De látom a végét, úgyhogy nem hagyom abba. Jó, szóval piros lett ott fenn az a cucc. De jó. Mit akartam csinálni? Megnézni, hogy milyen hibái vannak még. Mi volt a másik hibája? Azt mondja, sampos a kocsi a kanyarban, ez kormány lesz. Úgyhogy megy az ott bal emelőre, sőt mérőpadra. És az hol a szarba? Tudom már, aha DLC-vel akarták ezt megint... Ú, de rohadt hangos. What? Rossz arány. Mi a pénisz? Miért van ilyen durva hang? Hát én megsüketülök gyakorlatilag. Jó, nagyon jó. Jézus. Ja, meg van kifutópálya is, vagy hát hogy mondjam. Pont egyezőre nem lehet csinálni. Ó, van, szerintem innen menjünk back to garage, mert megsüketülök, baszki. Ja, ne! Na szóval, tehát ez az ajtó itt zárva volt, és egy nagy rakat szar volt benne, tehát egy csomó szemét, én láttam. És most nyitották meg. Teljesen jó. Jó, szóval... Én egyetlen egy dolgot sajnálok egyébként még a játékban, hogy nincsenek animációi annak, hogy begurulna mondjuk az emelőre, és akkor fölraknám, vagy ilyesmi. Mert az, hogy nem nekem kell beállni... Úristen, mi az motorcsere? F1. Disk... Nem az enyém. Swap tire. Azok mi a lótúrók? Miért kék? És itt... Motorcsere. What the fuck? Most már nem lehet csak úgy kiszerelni, vagy mi a szar? Nem tudom mik lettek, majd le fogjátok írni úgyis, mert nem bírjátok ki. Azt, hogy ne spoilerezzétek le, hogy mit lettek. De egyébként az nem is baj, tehát hogy igazándiból gyorsabban megismerem a játékot, és be tudom mutatni azoknak, akik esetleg nem olvassák el a kommentet, akik elég gyakran vannak egyébként. Viszont ez nem problém, tehát viszont legalább meg tudom gyorsan azt, hogy mi újság a játékkal. Csomó minden új dolog lett. Ugye azok ne várják, hogy új dolog legyen, aki csak letöltötte a játékot, mert annak nem lesz benne semmi ilyesmi. És valahol meg is érdemlik a semmit. Már lekapjuk a kereket, kell egy kormány. Egy gömbfejünk az jó lesz, lehet, hogy elrakjuk télire. Szóval kell a kormányrúd, itt stab rúddal van baj. Dumolj már le, te szerencsétlen.
Nem, de az a baj egyébként, ezek a stabilizátor összekötő rúdokat nem is lehet javítani, kár, pedig tök úgy néz ki, mint amit lehet, de nem. Na, azt mondja, I betű, inventory. És igen, itt látjuk azt, hogy ezek jók, ezeket akkor majd visszarakjuk. Kell egy kormánymű, egy belső kormány, kettő pontosabban, egy gömbfej, meg egy stabrúd. Jó, azt mondja, kormány kell mindenképpen, de nem karosszéria, hanem alkatrész. Korm. Szóval, kormánymű, két rudi, egy gömbfej, és kell stab. Az a stabilizátor rud, de milyen? A betűs. A betűs. És ide visszaraktuk a szarabbat, mert az itt volt. Ide felrakjuk a kormány műtöt. Kormány rudit. Gömbfejet. Gömbfej. Stabi. Jön a stabrúd. Gyerünk. Azt mondja, mi kell nekem? O betű. Egy alkatrész híja. Na most ez valószínű egy verseny lesz. Vagy... Vagy a halás... Vagy kormányszervó. Én izét nem látok itt most. Talán ez a persely, mint hogyha kicsit galád lenne. Ha nézzük meg akkor. Nem raktam rá a kerekeket, ez hiba volt. Bár emelőről rá tudom rakni innen, ezt egyébként fontos tudni. Mert ilyenkor ugye megvan emelve a kocsi egy kicsit, és ilyenkor lehet babrálni ezt a részt, viszont azt hiszem nagyon nem lehet szétszedni a féket, talán. Tehát, hogy be le tudom szedni innen, és no problem. Akkor jó, akkor semmi. Alsó, a alvázi alkatrészeket nem lehet piszkálni, azt hiszem a kifogó meg ilyenek. Na, szóval ez még szar lehet, nem? Akkor kormányszervó. Hol van a kormányszervó? Á, basszus, o betű. Ugye ismeretlen alkatrész. De mi a tosz? Emeljük föl. Hátul lenne valami. Aha. Ó, lekapjuk a kereket akkor. Ezt is le lehet szedni, átsó kerekeket, anélkül, hogy felemelnéd. Itt van ő. Ő, ez a kis rohadék. Bár én nem tudom, hogy ez miért kormány szerkezet. Na mindegy, másik oldal gondolom nincs ilyen problém. Nincs. Ide zoomoljunk bele, egy C és O betű. Meg is van. Hátsó összekötő cucc. Tehát gyakorlatilag ez ennyi volt. És készen is vagyunk, tehát hogy ezért vállaltam el ezt a kocsit, mert ez 3 perces meló volt, ami egyébként 5 percig tartott, de kaptunk érte 1500 munkapó pénztet. Na jó, engem most már nem izgat, lássuk a medvét. Majdnem elutasítra mentem. Lényeg az, hogy mercire várunk, ugye hát mindenki erre vár, én meg közt a kortyantom, azaz iszom. Nem vágom, miért mondtam így, na mindegy. Vannak olyan pillanatok, amiket saját magam sem tudok fölfogni. Na, lássuk a mercit. Oh. Ez tényleg úgy néz ki, mintha egy Mercedes lenne, tehát... azért le a kalappal most már. Egyébként, hogyha csak ilyen kocsik lennének benne, be is szarnék, tehát... És még belülről sem rossz. Na. Ez király. Akkor mutatom a következőt. Ja igen, várjál. Hát ez egy jó kis vicc. Egyrészt megnézik a telefonba Műzú. Szarautó hegye, ezt elutasítjuk meg ezt is. Na, szóval. Először is a dragpályát ki kéne próbálni, de ahhoz be kéne állítani. És itt nincs beállítások, hogy mivel váltsak. Úgyhogy azt a következő videóban fogom csak megcsinálni.
addig megjavítjuk ezt a kocsit. Mert hogy lehet menni egy kört, csak most nem akarom magamat szivatni azzal, hogy nem tudok váltani. Legyen eltragulni jár a motor, fék problémák, hangorkán gyorsításnál, lol. Ez ugye M, mozgassuk a bal emelőre, és hagy fityegjen ott. Na, azt mondja, neki problemistics, azt mondja, futómű problémák, stampos a kanyarban, a kocsi váltó hibák. Jó, hát szerintem essünk neki és szedjük szét, mint hülye gyerek. Vá, tudom már mit akartam mutatni. Azt mondja, ugye egyrészt merci kerekek, anyádat fogok én merci kereket venni, várjál. Másrészt meg jöttek új kerekek. Azt hiszem, ez sem volt benne, ez talán benne volt, de lehet, hogy ez sem volt benne. Ez sem volt benne, én soha nem láttam még. Tehát jött vagy három új felni, a többi az szerintem benne volt, a többi az nem olyan érdekes. Jó, hát szerintem egyértelműen látjuk, amit látunk. Ez letagadhatatlanul szar, az a jármű. Jó, azt mondja, elől van ennek most a kormánya. Még van tükrözve a rendszer. Jó, annak még kell a másik oldala. Ezt már le lehet szedni, wow. És azért nézem ilyen forsból egyébként, mert... Miért ne? Mert így csak 30 FPS-en van egy zavar, hogy 60 FPS-esnek állítom be a videót, az közben nincs most éppen annyi. Mindegy. Na, jössz még ma. Ja igen, és aki esetleg, nem tudom. Na, ezt most jól elkezdtem, aztán úgy elfelejtettem, hogy volt. Jó, menjünk át a másik oldalra, ezt már tudom normálisan szerelni. Viszont baromi szép a játék, ez kétség kívül, igaz? Ne akard már szétszedni már az egész alvázat, te. Mondom, azt vett ki. Ja, igen, véget ért a GTA, úgyhogy ezen a héten már nincs GTA. Erről akartam egy kicsit beszélni, mert ez lehet, hogy nem fog annyira mindenkinek tetszeni, de most egy kicsit sűrű még a programom, úgyhogy nem tudok új sorozatba kezdeni. Továbbá nem tudok most más csinálni, úgyhogy kénytelen vagyok azt tenni, hogy most a maradék sorozatot folytatom. És nem sokára beindul az a meló, amikor már tényleg ezerrel fognak jönni a részek. Leginkább szerintem ez a 10.000-es live-olás után lesz. Megpróbálok összehozni egy live-ot, jó? Tehát, hogy nem ígérek semmit, mert soha az életben nem csináltam még live-ot, de majd most fogok. És remélhetőleg olyan lesz, amilyennek kell lennie egy igazi live-nak. Na? Igen, őt szeretném kivenni. 12.333 csavar fogja minden irányból. 40 km hosszú. Jó, igen, ide-vissza. Ezt a kis szart le kéne venni. Te gyerek, ez milyen csavar, beszarok. Van egy gigantikus váltónk. Azt mondja, nem lehet lekapni, mert van itt egy kis töltsér. Ami egyébként egy indító motor, ami a váltóhoz kapcsolódik. Mert hogy oda kapcsolódik. Mert hogy a főtengelyt kell megforgatnia. Aztán a főt tengely meg ugye benne van a kondérba. A kondérba meg bele kell rakni a motort és aztán csá. Jó, igazándiból idáig meg vagyunk. Nézzünk hátrébb. Idézőjelbe hátrébb. Hát nem idézőjelbe, hát hátrébb basszus, ez hátrébb van. Jó, azt mondja, hát jöhet le minden igazándiból, mert ahogy látom rozsdás az egész hóbelevanc, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok.
ez az is marad. De négy kerék meghagyta ez Soverda egyébként. Ezt egyébként kipróbáltam a tesztpályán, csak akkor szembesültem azzal, hogy egyesnél nem tudok följebb váltani, mert nincs beállítva váltásra semmilyen gomb. Hát úgyhogy kellemetlen volt. De nagyon szép eredményt futottam vele. Botrányos volt, hát egyesnél tovább nem tudok váltani, tehát szóval egy ilyen, azt hiszem 50-nel mentem egyesbe, tehát hogy az már súlyos. Jó, ezt akkor még le tudom venni. Ezt kivesszük belőle. Ezt is kivesszük, szétszedjük. Szétszedem én az egészet a francba. Ne idegeskedjél. Itt van a háttérben a Mercedes. Menjünk át a másik oldalra. Teljesen jó, ennél nagyobb nagyítás nincs. Mi alákom, hogy be lehet úgy zoomolni, hogy beszarsz. Játszhatnánk így is, csak nem látsz. Meg nem érem el a csavarokat, ez még mellékes. Meg egyébként így nem olyan szépek a textúrák, mert már ugye túl közel vagyunk hozzájuk. Ja, most ez rátanult, hogy innentől rohadt közelre zoomoljon nekem, tök jó. Saját magamat szivatom. Nem baj, jól megy, mármint a szivatás. Ne püttyögjél. Na, szóval igazániból abban a másodpercben, hogy nekiálltam ennek a hátsó felfüggesztésnek, szét is hullott az egész. Minden darabjaira van szedve. Igen, ilyenkor jön elő az egér probléma, hogy akárhova kattintok, sehol nem működik. És még láttunk két rakodzátlan kis pörsejt. Jó, én előjáróban még annyit, hogy ha a többi persely nem szar, akkor azokat én meg is veszem. Szóval azokat így rakhatjuk is vissza. Alkatrész bolt, azt mondja a gum. Igen, Marci tud írni. Néha. Jó, szóval azért vettem hármat, mert elő a kettő szar, itt meg egy. Stabilizátor rúd. Nézzük meg, hogy mi a jó autó állapota. Azt mondja 90, 90, na 69-es bazd meg. Jó, tegyük föl, ebből van egy 100%-osunk, de hát 69-re maradjon a 71. Szóval ezek szarok. Nézzük meg, hogy mit lehet tönkretenni. Tönkrete jövő asztal. Bum! És nem rakta tönkre, miért nem? A 73-as az már jó, 70-es jó, 79-es jó, 80-as jó, az nem jó. Ahogy ugye nem kell tökéletesen megjavítani, persze. Az égágyom meg, az is jó. Az 55-ös, az 60-as, az egy olcsó szar volt. És azt hiszem ezt még meg kell javítani, és kb. Gyakorlatilag ezzel már meg is vagyunk. Igen, pont egy ilyen tengelyház szar ment tönkre. Jó lesz ez falura. Kicsit zavaró egyébként, hogy nem vadonak újak az alkatrészek, na mindegy. Csak engem zavar, más nem. Vagy lehet, hogy mást is zavar, nem tudom. Engem biztos, hogy zavar. Ó, van itt alkatrész, nem kell beszarni. Ú, tányér, tárcsa, tököm. Hülye vagy, majd a fullosat fogom felrakni egy olyan kocsiba, amit nem fizetnek ki azért, hogy fullos legyen. Ó, ez előre megy. Rossz szar volt. De várjál már, az most hány százalékos? 70 százalékos volt. Tök mindegy, melyiket rakom be, úgyis jó. Szóval egy oldalról össze lehet pattintani az egészet. Csak most befigyel a kerék. Rugótányér, azt mondja. Rug. Hátsó rugótányér. Ó, ez kell. És ez a kettő is, mert egyik oldal sincs egy normális. Hátsó rugó.
Elégnek a kis sipakból van. Meg valószínű ez is új kerék, mert ez meg a terepjárókkal jött. Tehát folyamatosan megújul a játék. Hátsó valami lótúró. Hátsó. Ajánlom, hogy ez legyen. Nem ez volt. Hátsó lengőkaros toronyházlószar. Hát sorry, vettünk valami szart. Jó, szóval stabilizátor összekötő nincs. Ezt venni kell. Van kerék agyunk. Nem azt, léci. A 66-os az még nem jó. Az már nem jó. 69-esnek kell lenni. Fékbetét. 71-es is tökéletes. Tök minden, hogy úgyis ebből vettem ki, tehát ebbe teszem vissza. Persely. Keresztrúd cucc, lengőkaros haláltőgy. Jó. Tálka. Ugye a vadonatúj rugók. Ezek vadonatújak, nem úgy, mint az összes többi másik alkatrész. Összes többi másik is ilyen sincs. Úgyhogy olyat is venni kell. Jó, szóval akkor kell nekünk egy stabilizátor rúd. Stab. Amit be is szerelek, aztán mehetünk tovább. Nem. Ez itt kicsoda? Ez itt egy kerék. Nem erre vagyok kíváncsi, erre vagyok kíváncsi. Hátsó felfüggesztés kar. Ez a hátsó van, ez a nagyon el van. Hátsó felfüggesztés kar. És ide a szar gumipersel jön. Mert én azt mondtam. Na megnyomjuk az O betűt és miket csináltunk meg. Elméletek ezeket megcsináltuk, hátsó nem lehet itt. És hogy látom, nincs is hátsó, úgyhogy remélhetőleg nem lesz ezzel problém. Szóval nézzünk rá, lenkerék. Lenkerekünk nincsen. Úgyhogy len. Igen, és akkor ilyenkor van 600 olyan dolog, ami felesleges, na mindegy. Ilyet sikerült megkovácsolni. És hát nagyon sajnálom, de már több mint 30 perce játszom, de most már ezt felrakom. V8-as váltó. Na akkor veszünk egy V8-as váltót. Váltó egyébként. Egy ilyen V8-as váltó, ez nem az a 12.000 forintos dolog, hogy bemegyek a Tesco-ba és kihozom bevásárlókocsival, tehát... Ez azért rendesen odavág. Méghozzá nem beszélve arról, hogy ilyen battár állat a Verda. Még az a baj, hogy az első felfüggesztést össze kell rakni. Úgyhogy én szerintem ezennel itt köszönöm szépen a figyelmet, és akinek tetszett a videó, mindenképpen dobjon rá egy lájkot, az fontos, anélkül nem lehet. Anélkül nem tudnám, hogy most tetszette vagy nem, úgyhogy mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, ha tetszett. Továbbá akinek véletlenül mégsem tetszett volna, pedig én igyekeztem, az nyugodtan diszlájkolhatja a videót, és hogyha szeretnétek látni a következő részt, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogy le ne maradjatok róla, és hogyha az előző részeket szeretnétek megtekinteni, akkor pedig keressétek fel a csatornámat, ott az összeset megtaláljátok. Na csősztök!